azt azért, mert a mérkőzésevet láttuk ezen a sortolódásokon, hogy ezt a meccset beáldoztuk egy kicsit az osztrákok elleni meccsért. Így volt? Nem mondanám. Inkább azt mondanám, hogy változtattunk pár dolgot. De hát ez nem kifogás arra, hogy mi úgy játszunk, hogy nem akarunk nyerni. Ez nem kifogás arra, hogy a válogatottba úgy menjünk ki a pályára, hogy mi nem akarunk nyerni, bármilyen mérkőzés legyen. Bármilyen mérkőzés is legyen, úgyhogy nem, egyáltalán nem volt ez. Akkor így viszont nagyon bosszantó a második harmad, ahol ugye 1-0 volt, tehát jól tartottuk magunkat, aztán jött egy emberelőny, egy 5 perces, kettős emberelőny, jött egy gól, visszanéztük, el lehetett volna engedni Bartalis Istinél ezt a dolgot, te hogy láttad? Volt ez a... Hát nem tudom, őszintén nem vagyok bíró, de én úgy láttam, hogy ez 2 perc volt, de nem akarok beleszólni, mondom, nem vagyok bíró társadalmi. Így jött össze most, ez nem kellene, hogy befolyásoljon minket, mi ugyanúgy kellene, hogy menjünk tovább bármisor. Úgyhogy volt egy 5 perc, vagy 5-10 perc, amikor ez nem sikerült annyira, de azon felül úgy érzem, küzdöttünk. Nem feltétlenül az volt a terv, hogy pihenjünk. Volt nyilván egy-két változtatás, ugye a sorokban is látszódott. Attól függetlenül meg akartuk nyerni ezt a mérkőzést, megmenni 200-zal, nyilván helyek közel sikerült. Voltak része a játéknak, ahol nem, meg egy kicsit egy ilyen rövid zárlata a második harmadban, az 5-3-ba. Ugye utána, talán Murphy-ként mondhatjuk, hogy nem sikerült belőni, ők belőtték utána, szóval kicsit ott feje tetejére állt a mérkőzés, amúgy szerintem nyerhető lett volna ez az egész, úgyhogy talán emiatt van egy kicsit hiányérzetem. Azt hiszem, hogy ti is tisztában vagytok, hogy az osztrákok ellen ilyen rövid zárlat az nem lehet. Mit kell tenni, hogy ne is legyen? Nyilván nem lehet, egyik mérkőzésen se lehet, és mi játékunkat kell játszani, a kezünkbe kell tartani az irányítást végig. És erő az megvan hozzá, hogy holnap beteljesítsétek azt, amit szeretnétek? Abszolút. Szerintem sokkal jobb formában vagyok én jelenleg, mint voltam az első mérkőzésen, meg szerintem a srácok is ugye egyre jobban belerázódunk itt a tempóba. Még lenne itt 20 meccs, akkor lehet, hogy döntőben lennénk. Holnap nagyon-nagyon fontos meccs van, ezt még beszéljük meg. Mi lesz az osztrákok ellen? Persze, teljesen. Eddig a VB-ben a legfontosabb meccs, úgyhogy kifogásnak nincs helye. A lényeg az, kell menni előre, megcsinálni mindent, amit tudunk, mert ha nyerünk, ha nem nyerünk, kiesünk, ez ilyen egyszer. Megvan az első VB gólod, de úgy összességében, tehát én meglepődtem, hogy ez volt az első találatod. Igen, csak gólpasszok voltak idáig, úgyhogy kicsit közelebb áll a szívemhez, mint a többi gól. Elteszem majd emlékbe. Jobb lett volna egy győztes meccsen, de majd ki tudja, lehet volna megismétlődik. Tűnik, hogy ahány VB, annyi gól? Hát az így függ, hogy lenne persze mindig, de most függetlenül kilövi a gólt. A lényeg az, hogy gólt lövünk. Hát volt náluk is egy rövid zárlat, de mi nem tudtuk úgy büntetni, ahogy ők tették, úgy gondolom, ez volt a differencia.